Ez volt minden idők legnagyobb hazugsága, amelyet olyan meggyőzően adtak elő, hogy egy egész ország elhitte. Ez egy rendkívül fontos háborús fegyver, a nácik pedig a propaganda mesterei voltak. Elültették a németek fejében, hogy ők a felsőbbrendű faj. A zsidók és a többi nép pedig alattuk áll, ezért ki kell írtaniuk őket. Itt fogta össze Hitler a náci birodalmat. A beszédek, a rádió és a mozi segítségével... Mindent Németországért! Hitler és Goebbels több millió ember agyát mosta át. Így vezették őket történelmük legsötétebb korszakába és megsemmisítő vereségbe. Ismerjék meg a harmadik birodalom alapjául szolgáló pillért. Ez igen. A titkos Berlin. Hitler propaganda gépezetét. Ez volt a II. Világháború legnagyobb fejlesztése, amelyet azért rendelt el Hitler, hogy biztosítsa világuralmát. A romok még mindig őrzik a Führer törekvéseinek emlékét. Ismerjék meg a harmadik birodalom építményeit. A harmadik birodalom építményei Hitler propaganda gépezete. 1945 tavasza. A szovjetek közeledtek Berlin felé. A nácik bukása és a II. Világháború lezárása elkerülhetetlennek tűnt. Azonban a német civilek, férfiak, nők és gyerekek készek voltak a végsőkig harcolni. Tovább! A németek minden fronton jelentős számbeli hátrányban voltak, de a 23 éves Bruno Manzhoz hasonló katonák ennek ellenére sem adták fel. Földre! A Berlinért folyó harcban 100 000 civil halt meg, és 6 000 lettek öngyilkosok. Az ország ekkorra civil hadsereggé változott, amely a halálnál is rosszabbnak tartotta az ellenséget. A németekbe ugyanis belesújkolták, hogy a végsőkig kell küzdeniük. Ehhez a náci rezsim egyik alappillérét használták. A propagandát. 12 évvel korábban Bruno Manz befolyásolható 11 éves fiú volt, aki szüleivel járt a náci kongresszusokra. A végsőkig kell majd küzdenünk! Több millió honfitársához hasonlóan őt is magával ragadta Hitler személyisége. Olyan volt, mintha hipnotizálta volna a tömeget. Jegyezzék meg! Attól kezdve rabul ejtette az elmémet. Mindannyiunk hazafias kötelessége, hogy mindent megtegyünk Németországért! Tony Pollard régész professzor Nürnbergben kutatja a náci propaganda alapjait. Mindig is szerettem volna eljutni ide. Ugyanakkor tartottam is ettől a helytől. Mert ez a náci propaganda gépezet központja. És most látom majd először. Szentég. Mindenki közreműködésére szükségünk van ahhoz, hogy győzelemre vezessük hazánkat. Ma is pont úgy néz ki, mint a jól ismert propaganda filmekben. Ezen a területen sorakozott fel a több ezer náci. Ez az a hely. Itt történt. Itt fogta össze Hitler a náci birodalmat. Ott állt fenn. Üdvözlöm német honfitársaimat! A náci propaganda története a 20-as években kezdődött, amikor Hitler propaganda főnök lett a német munkáspártnál, amelyből létrehozta a náci pártot. Hitler egyre nagyobb befolyásra vágyott, és 1923-ban immár náci vezetőként letartóztatták, amiért erőszakkal hatalomra akart törni.
A müncheni sörpucs tárgyalása meghozta számára azt, amire vágyott, az országos ismertséget. Míg Hitler börtönben volt, későbbi legfőbb segítője a náci propagandagépezet létrehozásában egyre feljebb jutott a ranglétrán. Joseph Goebbels művelt ember volt. Német irodalomból doktorált, újságíróként dolgozott és regényeket is írt. Goebbels már azzal felhívta magára a figyelmet, hogy gyermekbénulás miatt sántított, Hitlerhez hasonlóan pedig őt is érdekelte a propaganda. Részletes naplót vezetett, amelyben Hitlerrel való első találkozásáról is írt. Mein Führer! Herr Dr. Goebbels! Régi barátként üdvözölt. Kék szeme pedig csillagként ragyogott. Kérem, üljön le! Milyen volt az útja? Remélem kellemes. Kicsit fárasztó volt a hó miatt. Nagyon tetszett a Bambergben mondott beszéde. Lenyűgözött, és sokat segített. Fontos szerepe lehetne a mozgalomban. Köszönöm, uram. Örült, hogy látott. Csodálatos. Hitler hamar kinevezte Goebbelst a náci párt propaganda főnökének. Hitler rájött, hogy képes a hatása alá vonni a tömeget. Goebbels pedig arra jött rá, hogy jó propagandával az egész nemzetet irányíthatja. Goebbels és Hitler egy csapat voltak, egyfajta szellemi házasság volt ez. Tudták, hogy egyikük sem lehet hatékony a másik nélkül. A következő 10 évben Goebbels tervezte meg Hitler közszerepléseit. Ezek nagy része a Nürnbergi kongresszusok helyszínén zajlott. Albert Speer 1934-es alkotása a nácik egyik legnagyobb épülete lett az egész harmadik birodalomban. Az építmény kialakítása ismerős lehet. Az ókori Pergamonhoz hasonlít, amelyben Zeust tisztelték. Zeus főisten volt, és Hitler is annak állította be magát. Ezért fordította saját céljaira ezt a kulturális és történelmi örökséget. Az 1938-as Nürnbergi kongresszuson 750 ezeren vettek részt, és szinte vallásos imádattal hódoltak Hitler előtt. A kongresszusok idekint zajlottak, de van belső tér is, és úgy tudom, valami lenyűgöző vár ránk a hatalmas fémkapu túloldalán. Nézzék! Pont olyan, mint egy görög templom. Márványfalak és magas mennyezet. Aranyszínű, mozaikos dekorációval. Nem is akármilyen mozaikkal, hanem összekapcsolódó horogkeresztekkel, amelyek az egész csarnokot behálózzák. Ez bizonyítja legjobban, hogy szinte vallássá tették a náci filozófiát. Ez volt a szentélyük. Nézzék! Egy hatalmas üst, de voltak éppen egy tűzgyújtó edény. Kivittek 2 ilyet a kongresszusra. Képzelhetik, milyen látványos volt, amikor tüzet gyújtottak bennük a nácik a számukra fontos napokon. Hogy megemlékezzenek azokról, akik életüket adták a hazáért és a rezsimért. Ez egy különleges hely. Az egyetlen olyan fennmaradt belső tér, amelyet Albert Speer tervezett. A többit megsemmisítették a háborúban, átépítették vagy lerombolták, de ez megmaradt. Olyan, mint egy sír.
Számítunk önökre! Hitler azonban hiába mondott meggyőző beszédeket, ezeket csak a jelenlévők hallották. Mindent meg kell tenniük a hazájukért, mindent Németországért! De a cél az volt, hogy az egész nemzet hallja a szavait. És dr. Joseph Goebbels azt is tudta, hogyan lehet ezt elérni. ...1930-as évek Németország. Adolf Hitler azt állította, ő az a megváltó, aki kivezeti az országot az első világháborús vereség árnyékából. Dr. Joseph Goebbels, Hitler propaganda főnöke rájött, mi kell ahhoz, hogy Hitler az egész nemzethez szólhasson. Össze kell fognunk és felül kell emelkednünk! Hitler több ezer emberhez szólhatott a Nürnbergi kongresszusokon. Rádión keresztül viszont az egész országot elérhette. Goebbels zseniális ötlete az volt, hogy gyártsanak egy olcsó rádiót, amellyel megnövelhetik a rádiókészülékek eladását. Tennünk kell közös céljainkért. Amikor Hitler 1933-ban hatalomra került, a Volksempfänger, vagyis a néprádió segítségével a nácik üzenetei eljuthattak a német háztartásokba. A következő 6 évben 4-szeresére nőtt a rádió tulajdonosok száma. A háború kitörésének napján Németországban többen rendelkeztek rádióval, mint bárhol máshol a világon, Amerikát is beleértve. De ahhoz, hogy ez a propagandaeszköz hatékony legyen, Goebbelsnek ki kellett aknáznia a benne rejlő lehetőségeket. Ezért elhallgattatta a többi médiumot. 1935-ben 1600 kiadványt szüntetett meg, 1938-ban pedig további 10 000-et tiltott be. A rádió a náci propaganda szócsöve lett, és beépítették a mindennapokba, hogy ezzel elfogadhatóvá tegyék az üzenetüket. Goebbels az összes rádióállomást megszerezte és az irányítása alá vonta. Ugyanakkor tudta, hogy nem adhatják egész nap Hitler beszédeit. Más is kell. Akkor lehet igazán hatékonyan csepegtetni az üzenetet, ha elvegyül a többi tartalom között. Legyen az kabaré, zene vagy bármi más. Ez kellett ahhoz, hogy igazán eredményesek legyenek. Az ismételt propaganda üzenetek egyszerűek, hazafiasak és szándékosan megosztók voltak. Az ellenség megnevezése nemzeti egységet és felsőbbrendűségi érzést teremtett. Goebbels azt vallotta, hogy mindent ismételni kell. Több üzenet is volt. Hitler a megváltó, Hitler a zseni, mi vagyunk a jók, a zsidók a rosszak. Ezeket adták le újra meg újra, és mindenki agyát átmosták. Csak közös erővel tudjuk legyőzni az ellenségeinket. Bruno Manz és édesapja is lelkesen hallgatta Hitlert. Elhitték, hogy valóban a globális zsidó és kommunista összeesküvés akadályozza a németek jólétét. 1933-ban Bruno 2 millió másik gyerekkel együtt csatlakozott a Hitlerjugendhez. Nagyon fontos része volt a propagandának, hogy már az egészen fiatalokat is megszólítsák. Elvégre a gyerekekkel gyakorlatilag bármit el lehet hitetni. Hamarosan a Hitlerjugend lett az egyetlen engedéllyel működő ifjúsági szervezet. Ti jelentitek a jövőnk alapját. Ezen felül 40 politikai elveket hirdető oktatási intézményt hoztak létre országszerte. Olyan iskolákat, ahol a jövő vezetőit oktatták. Peter Lieb az egyetlen még meglévő ilyen iskola romjait keresi fel Lipcse közelében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem úgy tervezték, hogy csak egy bő évtizedig uralkodnak majd. Egy 1000 évig fennálló birodalmat akartak, és ehhez szükség volt jövőbeli vezetők betanítására, hogy irányíthassák Németországot és az elfoglalt területeket. És itt áll az az épület, ahol a náci elitet képezték ki. A legtöbb náci intézményhez hasonlóan ez is bentlakásos iskola volt 10-18 éves fiúknak. Nézzék csak! Képzeljék el, hogy 10 éves fiúk sétálnak ezen a folyosón. De volt 3 lányiskola is.
A fiúkat háborúra képezték ki, a lányokat pedig az ő támogatásukra. Vezessék a háztartást, és lehetőség szerint szüljenek szőke, kékszemű gyermekeket, hogy biztosítsák az 1000 éves náci birodalom fennmaradását. Mielőtt a fiúk bekerülhettek volna az iskolába, át kellett esniük egy egyhetes kiválasztási folyamaton. Kikötés volt, hogy árják, hófehérek és teljesen egészségesek legyenek. Már a szemüveg is kizáró oknak számított. Az engedelmesség és a bátorság volt a legfontosabb. A fiúknak egyedül át kellett futniuk egy sötét erdőn. Képzeljék, milyen ijesztő lehetett egy 10 évesnek. Az úszni nem tudóknak pedig bele kellett ugraniuk a mély vízbe 3 méter magasról, hogy az úszók kimenthessék őket. Aki tudott úszni, annak 3 emelet magasról kellett leugrania. Nem meglepő, hogy a diákok több mint fele elbukott a 8 éves kőkemény kiképzés során. A többiekre viszont fényes jövő várt. Az itt végzett diákok szép karriert futhattak volna be, 80%-uk azonban úgy döntött, tiszt lesz a hadseregben. Ejha, vetítőgép! Propagandafilmeket mutattak a befolyásolható gyerekeknek. A 30-as évek végén a film volt a média legmodernebb formája, és kult szerepet játszott a propagandában. Goebbels szeretett moziba járni. Egy műfaj pedig különösen lenyűgözte. A kommunista szovjetek partizán filmjei. Sokat tanulhatunk ezektől a bolsevikoktól. Főleg abból, ahogy a propagandát használják. Rájött, hogy ez egy újabb lehetőség, amely segíthet a náciknak céljaik elérésében. A rádióállomást csak hallgatni lehet, a film viszont vizuális élményt is nyújt. Goebbels rájött, hogy ezt az új médiumot maximálisan ki lehet használni. Goebbels kinevezte magát a német mozi pártfogójának. 1934-ben felkérték a színésznőként és rendezőként is tevékenykedő Leni Riefenstahlt, hogy forgasson a Nürnbergi kongresszuson. Így készült el az Akarat diadala, egy egész estés dokumentumfilm, amelyet minden idők egyik legjobb propagandafilmjének tartanak. A film dicsőítette a nácikat, Hitlert pedig hősnek állította be, aki felvirágoztatja Németországot. A film hatalmas siker lett, még külföldi fesztiválokon is nyert díjakat. Goebbels azonban nem csak a dokumentumfilmeket támogatta. Az volt a célja, hogy minél nagyobb közönséget érjen el, ezért az általa jóváhagyott forgatókönyvek 90%-a dráma vagy vígjáték volt. 1933 és 1942 között 400%-kal nőtt a moziba járók száma. Mindannyian náci üzenetet hordozó filmeket néztek. Több millió némethez hasonlóan Bruno Manzra is hatással volt a náci propaganda. Nem egy konkrét beszéd vagy film volt rám hatással, hanem a hazugság, féligazságok, közhelyek és félreértelmezések végtelen sora. Éjjel-nappal ezek vettek körül a Hitlerjugendben, az iskolában, az újságokban, a mozikban, mindenhol. Bruno a Hitlerjugendből a hadseregbe került. Annyira belesújkolták agyába a propagandát, hogy bármit megtett volna Hitlerért és a fasiszta rezsimért. És nem volt egyedül. A II. Világháború kitörésekor közel 5 millió katona volt kész fegyvert fogni a náci győzelemért. September 1. A nácik azzal a meggyőződéssel szállták meg Lengyelországot, hogy elkerülhetetlenül és teljes joggal világuralomra lépnek majd. A propaganda hatalmas önbizalmat adott nekik, és úgy tűnt, megállíthatatlanul nyomulhatnak előre Nyugat-Európában.
1940. júniusára a nácik elfoglalták Dániát, Norvégiát, Belgiumot, Hollandiát, Luxemburgot és Franciaországot. Ám az angliai csata elvesztése után Hitler a keletet vette célba, és a Barbarossa hadművelet keretében megtámadta a Szovjetuniót. Annyira biztos volt a sikerben, hogy egy hatalmas tervet is a fejébe vett. Hitler kitalálta, hogy teljesen átalakítja Berlint és létrehozza Germániát. A birodalom egyre nőtt, így fontossá vált, hogy legyen egy központ, egy centrum, egy főváros. Berlin nem volt elég. Germánia kellett. Azt akarta, hogy olyan legyen, mint Róma a római birodalomban. Hitler Albert Speer főépítész segítségével tervrajzokat készítetett Berlin teljes átalakítására. Ezek a tervek majd megmutatják törekvéseinket a világnak. Fővárosunk egységessé teszi majd a német radikális kemény magot. Bárhol is éljenek. Bár ennek semmi nyoma, Hitler ebben a Berlin belvárosában lévő parkban akarta felállítatni Germánia fő építményét. A nagy halt a világ legnagyobb épületének szánták. Az 5 kilométeres sugárúton, amelyet maga Hitler tervezett, nem lett volna forgalom. Az autók és a vonatok a föld alatt haladtak volna át, mindkét oldalon lett volna egy-egy megálló. A sugárút egyik végén a Volkshalle, a másikon pedig a dicső német hadsereg emlékét őrző diadalív kapott volna helyet. Speer azonban felfigyelt egy problémára, amely már azelőtt véget vethetett volna Hitler álmának, hogy az építkezés elkezdődött volna. Ma ez a fura épület őrzi a Führer meghiúsult tervének emlékét. Lehet, hogy finoman szólva sem tűnik szépnek ez az építmény, de ennek ellenére nagyon fontos, ugyanis jól mutatja, mekkora építkezést terveztek. A gond az volt, hogy Berlinben nem volt kő, csak homok és agyag. A diadalívet pedig olyan nagynak szánták, hogy kérdéses volt, a talaj elbírja-e a súlyát. Ez itt 12 ezer tonnányi beton, amelyet beleépítettek a berlini talajba. Így fel tudták mérni, hogy mekkora mértékű csuszamlás és süllyedés lép fel. Ha ez az építmény szilárdan a helyén marad, akkor bátran belevághatnak a még nagyobb diadalív megépítésébe. A hatalmas Schwerbelastungskörper, vagyis nagysúlyú építmény felhúzásának egyetlen célja volt. Eléggé nyugtalanító itt lenni, mert tudom, hogy 13 méternyi beton van felettem. Óriási mérőeszköznek szánták. Már értem, hogy miért keskenyebb ezen a részen. Azért, mert ezen a talapzaton egy teodolit volt. A teodolit egy szögmérőeszköz volt. Minden nap megnézték, hogy történt-e valamilyen süllyedés. A mérésekből kiderült, hogy az építmény 114 cm süllyedt 2,5 év alatt, és ez veszélyeztette a tervezett projektet. Hitler azonban nem mondott le Germániáról. James az egykori berlini állatkert helyén keres további bizonyítékokat a tervezett hatalmas építkezésre. 90 méter széles, 6 kilométer hosszú körutakat terveztek. Ekkora mértékű építkezésre még nem volt példa a történelemben. Kevés tervrajz maradt fenn, de most az egykori állatkert helyén vagyok, és alattam megtalálhatóak a nyomai ennek a hatalmas építkezési vállalkozásnak. A legtöbb berlini nem is sejti, milyen különleges építmény húzódik a város talaja alatt.
Az építkezés 1938-ban kezdődött, majd 1941-ben véget ért, és mindent bedeszkáztak. A létezése is feledésbe merült 1969-ig, amíg rá nem találtak. A mindenit! Elképesztő. A titkos Berlin. Döbbenetes belegondolni, hogy ennyi maradt Hitler Germániára vonatkozó grandiózus tervéből. Ez az elhagyatott, sötét, föld alatti üreg annak az alagútnak a része, amelyen el akarták terelni a forgalmat a sugárútról. Bizonyára el tudják képzelni, hogyan haladtak volna át a Mercedesek és a Hawkok a Volkshalle alatti alagúton. A föld alatti autópálya egyes részei 15 méter szélesek, leghosszabb szakasza pedig 220 méteres. Könnyen legyinthetnénk Germániára, mondván, hogy csak álom volt, de itt a bizonyíték, hogy elkezdték az építkezést, és igenis meg akarták valósítani. 1943-ban felfüggesztették Germánia építését, amíg a németek nem győznek a Szovjetunióban. Ám ekkor váratlan fordulat történt. Hitler annyira hitt saját propagandájában, hogy túlterhelte csapatait, és bár a nácik hite megingathatatlan volt, úgy tűnt súlyos vereséget szenvedhetnek a keleti fronton. Goebbelsnek egy minden eddiginél zseniálisabb propagandával kellett előállnia, hogy ezt elkerülje. Valamivel, ami új lendületet ad a németeknek. A végsőkig kell küzdenünk a győzelemért! A nácik három fronton harcoltak. Anglia, Amerika és a Szovjetunió ellen, és fennállt a veszélye, hogy elveszítik a háborút. Goebbels azonban zseniális változtatást eszközölt propagandáján, és beismerte az ország helyzetét. Nem adhatjuk meg magunkat! Azt mondta, hogy a szovjetektől elszenvedett vereség rosszabb lenne a halálnál, és kijelentette, hogy mindenkinek harcolnia kell, és szó sem lehet megadásról. Ez volt a totális háborús beszéd. Goebbels 1943. februárjában tartott beszéde rendkívül fontos, ugyanis komoly változást jelentett. Ekkor utalt arra először, hogy a németek veszíthetnek, és ahhoz, hogy ezt elkerüljék, mindenkinek ki kell vennie a részét a hadviselésből. Megkérdezem! Készek-e követni a Führert? Tűzön vizel át a győzelemért! Készek-e viselni a legsúlyosabb személyes terhet? A beszéd zseniális propaganda húzás volt. Goebbels tükör előtt gyakorolta a szófordulatokat és a mozdulatokat. Számítunk önökre! A közönség nagy részt gondosan válogatott párttagokból állt, akik előre megbeszélt helyeken éljeneztek. Még színészek is elvegyültek az emberek között, hogy látszólag spontán reakciókat mutassanak be. Mindenkire szükség van! A biztonság kedvéért felvett éjjelzéssel is készültek. A beszéd elérte a kívánt hatást a fronton. Csend legyen! Ez dr. Goebbels! Bruno Manz a szovjet határtól néhány kilométerre hallgatta a közvetítést több millió némettel együtt. Megkérdezem, akarnak totális háborút? Igen! És nem csak a katonákat tüzelte fel ez a harcba hívó üzenet. Németországban teljesen államosították a fegyverkezést. A nőket behívták a lőszergyárakba. Emellett hatalmas új gyárakat építettek, hogy fenntarthassák a megfelelő ütemű utánpótlást. Tony Pollan régész professzor a dinamit Nobel-gyár romjait keresi fel. Az üzem hatékonysága az egekbe szökött a totális háborús beszéd után.
Ha elképzeljük a náci hadviselést, a fegyverekre, a tankokra, a hajókra, a repülőkre gondolunk. De mindhez kellett robbanószer, akna, bomba, torpedó. Ezeket pedig elő kellett állítani valahol. Lengyelországban vagyok, a harmadik birodalom egykori legnagyobb robbanószergyárának a helyén. Ez a feledésbe merült építmény egy 20 négyzetkilométeres területet ölel fel. Teljesen önfenntartó volt, saját tűzoltósággal, 35 kilométernyi sínnel és ezzel a két hatalmas, szénnel üzemelő erőművel. Hű. Ejha. Nem találok szavakat. Hatalmas. A totális háború bejelentése után több mint háromszorosára nőtt az itteni robbanószergyártás. Képzelhetik, mekkora munka folyt itt. Olyan lehetett, mint a pokolba. Kohók, szén, por, zaj. Elképesztő hely. A megnövekedett termelés azonban rossz hatással volt a dolgozókra. Az egyik legfontosabb anyag a hexogén volt, amely kétszer olyan erős, mint a TNT. A hexogén egyik fő alkotó része a metanol, ami egy rendkívül veszélyes és instabil folyadék, ezért megfelelő körülmények közt kell tárolni. Ebben az erdőben ezt is megoldották. Nézzék csak! Ilyen silókat építettek, olyan, mintha egy skifiben lennénk. Még sosem láttam ilyet, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Na hát! Több millió liter metanol lehetett itt. Egy acéltartályban tárolták, de az már nincs meg. Ez nem csak a tárolásra, hanem a védelemre is szolgált. A metanol bármikor felrobbanhatott, ezért az volt a cél, hogy a robbanás felfelé irányuljon, és a könnyű fatető azonnal betörjön. Csak hogy ezek a robbanások így is veszélyesek voltak. Egy alkalommal 80-an haltak meg egy robbanás következtében. Hatalmas volt a kockázat. Ez jól mutatja, hogy milyen szörnyű körülmények uralkodtak itt. Goebbels lelkesítő beszéde után a hivatalnokok sok dolgozót csoportosítottak át kevésbé fontos munkákról fegyvergyártásra. Az iparág hatékonysága így 300%-kal nőtt. A náci csapatok azonban egyre hátrább szorultak az előre nyomuló szövetségesek miatt. Goebbels propagandagépezete viszont nem állt le, sőt, a legnagyobb hazugság még csak akkor következett. A nácik már sikeresen befolyásolták a németeket a mozi erejével. Új filmjüket pedig a nemzetközi porondra szánták. Tony Pollár az egykori Theresienstadt-i koncentrációs táborban van. Itt került sor arra a trükkre, amellyel a nácik átverték a világot. Theresienstadt eleinte álmos kisváros volt, amelyet egy 18. századi erőd vett körül. 1941-ben azonban átvette a gestapó. A helyieket kilakoltatták, és zsidókat hoztak a helyükre. A nácik hamar rájöttek, hogy több középosztálybeli értelmiségi zsidó van ott, mint bárhol máshol. Az ő bemutatásukkal elhitették a Vöröskereszt képviselőivel, hogy a táborban kiváló körülmények uralkodnak. Ezen a sikeren felbuzdulva leforgattak egy dokumentumfilmet, amellyel megpróbálták átverni a nemzetközi közönséget. Ez a terület ma is szinte teljesen úgy néz ki, mint amikor forgatási helyszínként használták egy propagandafilmhez. Akkor még a csatorna mindkét oldalán kert volt.
A filmben látszott, hogyan művelik a kelteket, és úgy tűnt, mintha mindenki szabad akaratából lenne itt. Látszólag minden rendben volt. De ez persze hazugság volt. A zsidók szörnyű körülmények közt éltek. 35 ezeren haltak meg itt a háború végéig. A forgatás idejére a nácik enyhítettek szigorú antiszemita rezsimjükön, kitakarították a tábort, jobb ételt adtak a foglyoknak, a zsidó gyerekek pedig édességet kaptak együttműködésükért. Néhány zsidó felnőttnek színészi és rendezői munkát ajánlottak, és azt ígérték, cserébe életben maradhatnak. Miután a kamerák eltűntek, szörnyű körülmények alakultak ki a táborban. A kazánházban és ebben a kamrában kampók voltak a falakon. Azokra akasztották a ruhákat, hogy magas hőmérsékleten kigőzöljék őket. Erre a tetvetlenítés miatt volt szükség, ugyanis a fertőzés komoly problémát jelentett, mivel sokan éltek itt rossz körülmények között. A legtöbben különféle betegségek, tífusz és vérhas miatt haltak meg. További 88 ezer rabot haláltáborokba szállítottak, hogy kivégezzék őket. Köztük a propagandafilm színészeit és rendezőjét is. Hiába tettek nekik ígéretet. De a holokausztot még a fondorlatos propagandabizottság sem tudta titokban tartani. A pletykák pedig idővel a frontvonalon harcoló katonákhoz is eljutottak, köztük Bruno Manzhoz is. Theresienstadtban megölik a zsidókat. Tessék! Miről beszélsz? Így igaz. Ekkor szembesültem az igazsággal. Választ akartam kapni, de meg sem tudtam szólalni. Bruno ekkor hallotta először a tényeket, amik nem fértek össze azzal, amit korábban elhitettek vele. Kiképzése azonban olyan hatásos volt, hogy továbbra is elhivatottan küzdött a nácik győzelméért. És ugyanígy tett a több millió német civil is, akik immár a szövetségesek támadására vártak. A harmadik birodalom bukása a küszöbön áll. ...1944 telén a németek minden fronton vesztésre álltak. A kudarc elkerülhetetlennek tűnt. Goebbels azonban korábbi propaganda filmjeinek sikerén felbuzdulva úgy döntött, egy vakmerő húzással új reményt ad a németeknek. Bár a források fogytán voltak, Goebbels elrendelte a háború legdrágább filmjének elkészítését. A történet középpontjában egy német megszállás alatt lévő porosz kisváros állt. Kolberg. A film azt mutatta be, amikor Napóleon seregei 1807-ben ostrom alá vették a várost. A javarészt német lakosság azonban hősiesen kitartott 3 hónapig. Goebbels azt akarta elérni, hogy a németek erőt merítsenek ebből, és a végsőkig küzdjenek akkor is, ha látszólag nincs esélyük. A háború ezen szakaszában azonban ez már erős túlzásnak tűnt. A Kolberg minden idők egyik legnevetségesebb filmes pazarlása. 187 ezer statiszta szerepelt benne, akik közül szinte mindenki katona volt, akire nagyobb szükség lett volna a fronton. Goebbels azonban rendületlenül hitt a mozi erejében, ahogy erről naplójában is beszámolt. Egy film épp úgy lelkesíti a nemzetet, mint egy győztes csata. A sors iróniája, hogy amikor a filmet bemutatták 1945 elején, hatalmas bukás lett. A II. Világháború egyik legvéresebb ütközetére pedig épp Kolberg városában került sor. Ennek ellenére Hitler és Goebbels meggyőzte a katonákat és a civileket, hogy muszáj harcolniuk.
Amikor a Vörös Hadsereg már közeledett Németország keleti határához, Goebbels arról közölt híradásokat, hogyan bántalmazzák a szovjetek a német civileket, hogy utolsó lépésként a félelem és gyűlölet erejével buzdítsa harcra az embereket. Katonáik olyan meggyőződéssel vonulnak harcba, amilyennel egy gyülekezet istentiszteletet tart. Amikor a férfiak vállukra veszik fegyverüket, és beszállnak a harckocsikba, meggyalázott feleségeik, és meggyilkolt gyermekeik képe lebeg majd szemük előtt. Goebbels nem adta fel. Még akkor is azt hajtogatta, hogy meg kell küzdeniük minden talpalatnyi földért, akár az életük árán is, és nem adhatják fel. Hiszen annak még a gondolata is elviselhetetlen, hogy a barbár szláv hordák leigázzák őket. Tehát a megfélemlítés eszközével próbálta feltüzelni az embereket. Tovább! Bruno Manz épp a szovjet határon dúló brutális háborúban harcolt, és magáinak érezte Goebbels szavait. Megrémített a gondolat, hogy legyőznek minket, és elfoglalják a hazánkat. Az pedig még rémisztőbb volt, hogy a fogságukba essünk. A szovjet tüzérség ránk támadt. Fedezék be! Mindenfelől lőttek ránk, szinte szünet nélkül. Még sosem tapasztaltam ilyen heves tüzérségi rohamot. Két katona a földön fekve harcolt egymással. A nagy darab szovjet a vérző német fölé kerekedett, és le akarta szúrni. Mellé léptem. Szorosan a fejéhez nyomtam a géppisztolyomat, és lelőttem. Bruno világéletében azt a propaganda szöveget hallotta, hogy a szovjet ellenség alsóbrendű, halandó lény, aki nem is érdemli meg, hogy éljen. Goebbels propagandájának hatása Berlinben sem gyengült, annak ellenére, hogy a Vörös Hadsereg már lőtávolságon belülre ért. Mivel a német hadsereg nem tudott bejutni a fővárosba, Goebbels az időseket, a nőket és a gyerekeket szólította fel, hogy küzdjenek a végsőkig a szovjetek ellen az egykor bevehetetlennek látszó fővárosban. Természetesen ebből az lett, hogy németek és poroszok ezrei haltak meg. 100 000 civil veszítette életét a brutális berlini csatában. És mivel az emberek elhitték, hogy a szovjet fogság rosszabb a halálnál, 6 000 öngyilkosok lettek. Berlin lángokban állt, Hitler pedig bunkerjébe menekült. Goebbels a végsőkig hű volt hozzá. Egy nappal Hitler öngyilkossága után Goebbels feleségével és hadgyermekével együtt morfiummal és ciánnal vetett véget életének. Bruno Manz túlélte a háborút. Évtizedekkel később kiadta emlékiratait, amelyben leírta, hogyan lett a náci elvek híve, majd hogyan tagadta meg azokat. 2015-ben halt meg. Lelkiismerete végre megtisztult Goebbels hatásától.